Sziasztok! Újra filmezünk, mint ezt beharangoztam a Körösökvölgyi Horgászok Facebook csoportba. Simon Ferivel útra keltünk, egy nagy kérdésre keressük a választ, és hogy hol is vagyunk tulajdonképpen? Hát Romániában vagyunk már, az igazság oda át van, én azt mondom. Erre a kérdésre, aminek utána szeretnénk járni, ez pedig nem más, mint az, hogy az elmúlt hetekben fellángolt a vita a Facebook csoportunkba, ugye arról, hogy mi okozza a Körösökön ezt az algásodást és ezt a pangóvizet, és én is hajlok arra a véleményre, amire sokan köztetek ti is nyilvánítottátok azt, hogy a romániai hatalmas víztározóknak ehhez köze van. Ennek utána fogunk járni. Nem biztos, hogy azt be fogjuk tudni bizonyítani, sőt biztos, hogy nem fogunk arra választ találni, hogy köze van, vagy nincs köze hozzá. Nekünk a célunk Ferivel most az, hogy megnézzük és megmutassuk nektek, hogy ezek a tározók egyrészt léteznek-e valójában, nyilvánvalóan tudjuk, hogy léteznek, de hogy valóban akkorák-e, és valóban olyan kapacitások, amilyenről a mendemondák szólnak, illetve hát itt a romániai horgász viszonyokban egy kicsit betekintést szeretnénk nektek nyújtani, azért itt ide át azért egy kicsit másképp vannak a dolgok, mint nálunk. Na, szóval indulunk, mert hosszú út előttünk, oda fogunk menni, ha Feri meg tudja mutatni nektek oda a hegyekbe. A Jád völgyébe fogunk megállni először, ez a Sebes-Körös mellékfolyója, és ott fogjuk megtalálni az első nagy víztározót, és onnan fogunk bejelentkezni, úgyhogy hajrá Feri, szedjük össze magunkat, és irány a Viharhegy. Kisebb viszontagságok útján elértünk ide, ahova terveztük. A kezdő pont gyakorlatilag ez, de ez már több mint 220 km-t kellett jöjjünk. A Jád patak mellett vagyunk, a Jád patak forrásvidéke. Jelen pillanatban egy aszályos időszakban is ilyen vízzel jön ez a patak. Ez a Sebes-Körösnek a forrásától nyugatra található. Nagyon magasan vagyunk, kb. 1000 méter körül szintájon. Itt dől el, hogy mennyi víz van nálunk a Körösökben. Ami csapadék itt lehullik, azt ezek a patakok hordják bele a Körösökbe, és itt dől el, hogy milyen vízszint, milyen vízhozamok vannak nálunk. A lombozattól nagyon függ, tehát ilyenkor nyári időszakban nagyobb esőt föltartnak a lombozatok, de téli időszakban szinte akadálytalanul zúdul bele az oldalról, a hegyoldalakról a víz ezekbe a patakokba, és gyakorlatilag pár nap alatt lehozza hozzánk ezt a vízmennyiségét ez a patak. A Jád patakon fogunk tovább haladni szépen, és ezen már lesznek tározók, és ezeket szeretnénk nektek bemutatni. Ezeket a vizeket már itt Romániában megfogják és duzzasszák, és valamilyen célból elraktározzák. Gyönyörű szép fenyes erdő közepén vagyunk, egyébként egy kalandtúra volt idáig eljutni, mert itt nem olyan régen egy hatalmas vihar volt. Rengeteg fát látunk kiborulva, és még a mai napig, ez két évvel ezelőtt volt, és a mai napig még útakadályokat képeznek a fák, de eljutottunk idáig. Megyünk tovább, irány a Jád víztározója. Az első tározó, aminél megálltunk, erre megmondom őszintén nem is számoltunk, ez egy ilyen kisebb tározócska. Az itt is látszik körülbelül 10 méter mélységű, itt a betonfalnál. Ez olyan 7-800 méter, ezért néztem a GPS-t, ilyen 760 alány méteren vagyunk. És már itt megfogják a vizet valami vízkivételi okból. Igazán nem látszik, hogy mi az oka. De a két bukott víznek és a fenti víznek már a két színébe eltérés van, itt ilyen barnás-vöröses algás, fönt meg szép tiszta szürke és halmozgással, egyébként elég sok halmozgás lehet benne látni. Látunk is egy táblát, hogy halat elvinni piros, csak cénder módszerrel lehet horgászni. Igazából a horgászat miként jelöl, nem tudunk tájékozódni senki. A lejjebbi szakaszokról van információ, azt majd ott fogom elmondani. Megyünk tovább. Tehát mondom, már itt ebben a szinten is visszatartják a vizet, ami
már különbséget okoz a fenti víz és a lenti víz minőségében. Látjátok, hogy nyalgás színű víz folyik innen tovább. Menjünk. Itt vagyunk a Bihar hegység mélyébe továbbra is, lenyűgöző látvány. Ilyen kis patakokból szedegeti össze magát egyébként a körös. Ezeken a vidékeken, itt a forrás környékén, minden kis patakkal, hogy bővebb és bővebb lesz a vízfolyásnak a, vagy a vízhozama. De hát ez nyilván egyértelmű. Egyébként a Bihar hegység egy viszonylag csapadékos hegységnek számít, de most is itt aszály van. Látszik is egyébként a patakoknak a vízhozama nem olyan, amilyen szokott lenni. Itt száraz alatokon állunk, itt simán át lehet őket lábon. Gyönyörű hely. Menjünk tovább. Megérkeztünk a Jádvölgyi Szurdokvölgyi tározóhoz. Elképesztő méretek. Én ezt leengedve még nem láttam, most javítják. Itt vagyunk a völgyzáró gátjánál, ami önmagában több mint 100 méter magasnak néz ki. És 10 kilométeren keresztül kanyarog a völgybe. Átlag mélysége, és hát a fönti részen is a mélysége, ugye látszik a vízszint vonala, mert le van eresztve teljesen, 10-17 méter. 15 méter küres hacolom, de itt a völgyzáró gátnál szerintem 50-60 méter üzemi vízszint biztos, hogy előfordul. Megpróbálunk leereszkedni, megmutatjuk alulról is a elképesztő méreteket. Lent tehéncsornák legelésznek és ilyen föntről alig látszanak egy kis pontnak. És azt hozzáteszem, hogy a Jádpatak egy viszonylag kis vízhozamú patak a Sebes-Körös mellékfolyóként. Ezt a tározót szerintem évekig fogják vele tölteni, mire sikerül üzemi vízszintre emelni. Nem tudom, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a közeljövőben a Sebes-Körösnek a vízhozamát. Ferivel megpróbálunk most lemenni oda le, nem merek kiebálni, mert egy peremen állok. Ezt Feri megpróbálja nektek megmutatni, hogy miről van szó. Na nézzétek csak, gyerekek, mögöttem van egy völgyzárógát. Jelenleg ez a Jádvölgyi tározó le van eresztve teljesen, ott csordogál a patak benne. Ennek a üzemi vízszintjénél állunk, ami körülbelül 40-50 méterrel van a talajfölött. Ez egy olyan mély tározó, ott a gátnál közel 100 méter magas, nem tudom mennyire lehet érzékelni, de ha Feri meg fog fordulni, a lent legelésző bocikat lehet látni, hogy milyen kicsinek tűnnek. És tudjátok, mi a furcsa, vagy mi a szörnyű ebbe? Hogy ez körülbelül 10 kilométeren keresztül kanyarog ez a tározó fölfele még a szurdokba. Iszonyat mennyiségű vizet tudnak itt letárolni a Jádpatakból, amit, hogyha megnézitek, az aján alig folydogál, le fogunk oda menni és megmutatjuk. Tehát mire ez föltölti ezt a tározót, az iszonyat sok idő. Rengeteg víz, és nem nagyon látom funkcióját azon kívül, hogy megfogják a vizet, mert se elektromos turbina, se vízkivételi mű nem látszik belőle. Öntözésre itt egyek között meg értelemszerűen nem hiszem, hogy használni kell. A funkciójáról nem vagyunk teljesen meggyőződve, de ez egy monumentális építmény, és ez az első és a legkisebb itt a Sebes-Körös mentén a Jádvölgyi tározó. Szépen lemegyünk, reméljük nem törjük ki a nyakunkat. Kocsival már nem tudunk oda lemenni, mert elég meredek. Nézzük csak meg, mi van ott lent. Ugye a leülepedett finom szemcsék üledék itt már bekvonta az alját ennek a tározónak évtizedek alatt. Vastagon.
tározóaljába. Azért az elképesztő, hogy itt a hegyek között vagyunk, és viszonylag tiszta vízű patakról van szó, és nézzétek meg, ma építési törmelék már ide van hordva. Ugye felújítják ezt a gátat, mint beszéltünk róla, az, ha megtöltik vízzel, ezzel lesz 40-50 méter vízoszlop. És az az érdekes, hogy a szurdokföld így elágazik még egy oldalra is, tehát ott is vannak ilyen kiugró medencék, mondom, több mint 10 kilométert jöttünk a partján kocsival fönt, és hatalmas méretű. Tehát vízbefogadó képességét csak satszolni tudom, de szerintem bődület, monumentális méretű, és ez a legkisebb, gyerekek, tehát valóban beigazódik az, ami terjeng ott pletyka szintjén nálunk, hogy itt három ilyen hatalmas tározó van. Oda megyünk, megnézzük a falat, mi van ott, ha már ide lejöttünk. Szerintem ez az, aminek a gyomaenrődi homokpadon lenne a helye. És nem itt a felvizen kéne lerakódnia. De hát ez a tározó ugye üzemelt már egyszer sok évig, és ide méter vastagsággal lerakódik az üledékes homok. Nyilván a tározó utáni víz az már letisztult, opott. Egy újabb, kisebb tározó ugyanezen a játpatakon, ami mindig nem értik el a sebeskörözt, és ez már a harmadik tározó. Ez is egy kisebb méretű, látszik és eresztik lefele, egy 20-30 centit elengedtek belőle. Én gyöngyfüzérszerűen vannak itt a játpatakon ezek a kis tározók. Ebben szépen van ideje fölmelegedni nyáron a patakvíznek, leülepedni, letisztulni, és a fekete vagy a sebeskörösön. Ugye múlt héten a Bensótibe voltunk rajta csónakkal, másfél méterre be lehetett látni, nem kell csodálkozni, leülepedett tározóvíz érkezik oda, és olyan tisztaságú, hogy borzasztó. Meg hát ebben látszik egy kis algásodás is ott a kiszappadon. Vagyunk a játpatak és a sebeskörös összefolyásánál, erről jön a sebeskörös. Hát a hátam mögött folyik a játpatak, a kettőnek a vízhozama körülbelül egyforma, és itt úgy tűnik ebből a szemszögből, mint hogy a játpatak venné fel a sebeskörös vizét. És azért is érdekes az, most ezért is megemlítésre méltó az, hogy a játpatakon ugye ezek a nagy tározók vannak, mert a sebeskörös vízhozomának a felét már ott letárolják a fenti részeken. Megyünk is tovább, úti célunk most már a két nagy tározó, a telegi tározók. A lőpontot nem tudom, mennyire látszik, bent hátunk mögött egy horgász legyezik. Nagyon sok domolykót és pabicot és márnát láttunk itt a hidakról már ezen a szintájon, elég sok halat láttunk, és láttunk szép méretűeket is, fotóztunk hát, és sikerült megmutatni neki is. Megyünk tovább! Megérkeztünk a sebeskörös két hatalmas tározójához, átjöttünk a sebeskörös áttörésen, és ez itt a telegdi tározó, bocsánat, ez az élesdi tározó a hátam mögött, látszik, hogy mekkora,
Itt az alsó szinthez képest, ha nézem, az alsó vízszinthez képest kb. 10-12 méter, vagy 15 méter maximum lehet a mélysége. És egy hatalmas területen terül el. Amarra van egy cementgyár, ahhoz viszonyítom. Bődület szerintem egy olyan 8-10 km hosszú biztos van, ha nem több. És ha most megfordul Feri a kamerával, akkor fogjátok látni, ott van a pelegdítározó, ami ennél jóval nagyobb. Oda is el fogunk menni. Ott szépen kirajzolódik a távolba, egyszerre látszik a kettő, illetve a kettő között folyik a sebeskörös továbbra is, ami már innentől kezdve tiszta tározóvíz, tehát szerintem ez már nem ilyen hegyi patak jellegű, nem ilyen állott tározóvíz, mert hogy magam mögé nézek, ez tiszta hínár meg állott. Pár szót arról, hogy megkérdeztem a nagyváradi csoporttagokat, sajnos nem tudtak eljönni. Horgászatról két egyesület bitorolja egyszerre ezt a vizet, jó, pereskednek egymással, ezt a két tározót, illetve a sebesköröst. Van ide engedély, engedélyt kell váltani. Egyébként sokan horgásznak rajta, horgászgatnak itt, de a szabályokat nem nagyon tartják, vagy egyáltalán nincsenek is itt szabályok. Az a helyzet, ahogy hallottam, hogy telepíteni nem telepítik, illetve magánkézből egyesületek, magánegyesületek és baráti társaságok saját pénzből telepítenek be a halakat, és azzal próbálják visszatelepíteni a halmennyiséget, amit elvisznek be a horgászok. A horgászjegy ára ilyen 12-13 ezer forint átszámítva egy évre, ide erre a két tározóra, de ezen kívül, hogy a pénzt beszedik, egyik egyesület sem csinál vele semmit. Úgy hallottam, hogy sem telepítés, sem halőrzés nem túl erős, de ezt láttuk is, mert idefele nagyon sok helyen látunk horgászokat a sebeskörös partján is, volt egy-két pergető meg legyező, de azon kívül ez a nagyon sok botos, sőt egy helyen láttunk a vízbe egy embert, aki ilyen pókszerű hálóval maga előtt emelgette föl, és úgy ment a vízbe, próbált rapsickodni. Szóval ez a helyzet, megyünk még ezt a telegdi tározónak a erőművénél meg fogunk állni. Egyébként ezeken már van erőmű, tehát itt már legalább valami értelmét látom ennek a víztározásnak, vagy látszik valami értelme, és utána Nagyváradon fejezzük be ezt a kis túránkat, végigkísértük gyakorlatilag a sebeskörös a Bihar legmélyéből a magyar határig ezt a szakaszt. És meg fogjuk nézni még ezt a telegdi tározót, hogy hogy néz ki. Megérkeztünk Mezőtelegre, és az a nagy szerencsében volt részünk, hogy a lúzasztőr beszél magyarul, és ki tudtuk faggatni a dolgokról. Hát kérem szépen, itt most 35 méter mély víz van alattunk, és 15 méterrel van a üzemi vízszint alatt a tározó azért, mert ezek a betonkockák rosszul lettek annak idején megcsinálva, és problémát okoznak, azt mondta az úr, magasabb vízszintnél, ezért ezt a vízszintet tartják. Tehát ennél még 15 méter magasabb vizet bír el ez a tározó, amire azt mondta az úr, hogy áramot termelnek vele itt Mezőtelegden. Nagyon érdekes jelenség volt a másik tározónál Élesden, hogy miután befejeztük a forgatást, még ott beszélgettünk Ferivel, és nézegettük a vizet, és tele van a széle, fekete a széle ilyen 1-2 centi ivadék halaktól, és úgy képzeljétek, hogy egyetlen rablást nem láttunk, amit nem tudok elképzelni nálunk, hogy egy ilyen ivadék rajba ne vágjon bele legalább a sügér vagy fülő. De nagyon sokattól hallottam, sokadjára halljuk azt, hogy halba teljesen süket sajnos ez a víz. Van még hova fejlődni a román horgász szervezeteknek, horgász társadalomnak, mert szerintem egy ekkora vizet így parlagon hagyni szerintem vétek. Viszont amit láttátok a videóban is több helyen, azért a turisztikai vonalon nagyon nagy fejlődések vannak. Láttunk olyan dolgokat, olyan építményeket, olyan házakat, olyan panziókat végig a Bihar mélyén, ami tényleg figyelembe méltó. Hát, amit még itt el akartam mondani, az az, hogy itt a 35 méteres vízszint különbség kitükröződik a másik oldalra, és ugye mi láttuk azt, hogy mi folyik bele ezekbe a tározókba, a legfelső ponton, végigmentünk rajta, ott voltunk, ti is láttátok a filmen keresztül, és most még annyit meg fogunk nézni, hogy mi jön ki belőle Nagyváradnál, tehát hogy az a vízmennyiség valahogy nagyjából kijön el szemre, ami belefolyik, hogy ez egy lényeges, fontos dolog. Egy biztos, ha ez a tározó üzemelne teljes kapacitással, egy kisebb áradást, még azt mondani, egy nagyobb áradást is úgy elnyelne, hogy észre sem vennénk Magyarországon nálunk, hogy áradás volt a sebeskörösen. Megyünk tovább, utolsó megállunk innen kb. 15 km-re, 20 km-re vagyunk Nagyvárattól, és ott még kíváncsiak vagyunk Körösre, és utána ott levonjuk a konzekvenciákat. Ez a nagyváradi sebeskörös szakasz, kisétálok a képből, és akkor látni fogjátok.
Kicsi csalóka, kicsi vízhozama van nagyon, de bukógátakkal föl van duzzasztva, ugye az utolsó bukógát az körös szakánál van, itt még több is található városi szakasz alatt, ezzel tartják meg ezt a vízszintet itt Nagyváradon. Nagyon kicsi a víz, ilyen 10-15 centinél nem mélyebb, még középen is vannak kint sziklák, meg zátonyok, tehát nagyon-nagyon kevés víz jön át, az asszályos időszaknak következtében a körösökön, illetve ezeken a hatalmas tározókon összegezve. Tapasztalatainkat azt tudnánk mondani, hogy óriási vízmennyiséget tudnak megfogni, óriási vízmennyiséget tudnak tárolni, valamilyen formában érthető ebbe a klímaváltozásba szükség lesz a vízre, de nekünk mi élvezzük ennek a hátrányát, a körösi horgászok, mert ami itt átfolyik, ami itt van, az már nem patakvíz. A szaga is más, a színe is más, ez egy állott tározóvíz, ami 3-4-5 tározón keresztül leülepedve, megalgásodva, átbukik a lefülözőkön, és úgy kerül hozzánk esetleg a sebes körösön keresztül a körösökbe. A kettős körös, illetve a fehér fekete javít rajta, mert ott nincsenek tározók. Ez a legnagyobb vízhozamú körös, ugye a három közül. Mégis ez, és nyilván erre építették a tározókat. Mégis azt mondom, hogy ez a víz, hát ez egy ilyen állott víz, ami hozzánk jött. Hőmérsékletben is biztos különbözik a másik két körösétől, mert ugye ez csak áll napokat azokban a tározókban. Jó, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Amint láttátok, lejártunk hatalmas szakaszt, több mint 400 kilométert vezettem idáig, vagy jöttünk Ferivel idáig. Még hátra van nekünk egy jó 150 kilométer. Menjünk most már hazafelé. És szeretnénk tőletek elköszönni, Simon Ferenc és Jankulár Zsolt voltunk. Találkozunk a Körösök Völgye Völgyi Horgászok Facebook csoportban, illetve a blogomon találkozhatok velem a körösökvidéken blog.hu. Szeretettel várok minden olvasót. Sziasztok!